A Jászonykun Szolnok vármegyei főügyészség két éve emelt vádat két 40-es éveiben járó öcsödi férfival szemben nyereségvágyból társtettesként elkövetett emberülés büntette miatt. Az elsőrendű vádlott, akinek a vádhatósága beismerő vallomására építette fel a vádiratot, beismerte tettét, majd elfogadta az ügyész által indítványozott 14,5 év fegyházbüntetést. A büntetés végrehajtási intézet munkatársai még az akkori tárgyalást követően a bírósági épületből vitték el, hogy megkezdjék a rá kiszabott büntetés letöltését. A másodrendű vádlott azonban minden tagad, ezért az ő vonatkozásában bizonyítási eljárás indult. A tárgyalás folyam legutóbbi ülésén dr. Nádor Zoltán bíró az ügyészi és védői indítványokra reagálva videófelvételeket tekintett meg. A nyílt tárgyaláson kivetítőn volt jelen a Kakas Csúf nevű másodrendű vádlott, a hallgatóság soraiban pedig a felesége, valamint a brutális módon meggyilkolt idősasszony rokonai foglaltak helyet. A videó felvételek egyike az elsőrendű vádlott elfogását követő 2020. december 10-i rendőrségi kihallgatást tartalmazta. A férfi ekkor vallotta be, hogy társával betörni mentek Csípára, a 79 éves hölgyházához, ám az események a betöréstől hamarjában eljutottak a rablásig, majd egészen a gyilkosságig. Bevallotta, hogy miközben este bejutottak az ingatlanba, az asszony felkelt, és egy nyújtófával igyekezett volna jobb belátásra bírni az illetéktelen behatolókat. Persze az idős, mozgásában korlátozott nőt gyorsan lefegyverezték, majd az értékeiről faggatták, később bántalmazták, végül az elsőrendű vádlott szerint az áldozatukat a másodrendű vádlott egy párnával megfojtatta. A tettesek végül két gyűrűvel, az áldozat füléből kiszedett aranykarikákkal és mindössze 1000 forinttal távoztak. A másik mozgókép a két vádlott 2021-es szembesítéséről készült, amely amiatt, hogy a másodrendű vádlott tagadta a részvételét a betörésben és az emberülésben is, eredménytelennek bizonyult. Hamarosan a párbeszédek hangzanak el, ami után várhatóan a másodrendű vádlott vonatkozásában is megszülethet a gyilkosság után 15 évvel az elsőfokú ítélet. A holttest felfedezését követően a Jászonykun Szolnok megyei rendőrfőkapitányság indított nyomozást. A nyomozók két évig vizsgálódtak az ügyben, majd felfüggesztették az eljárást. Akkor még elkerült a figyelmüket az a tény, hogy a gyilkosság éjjelén igazoltattak Csípán, a gyilkosság közelében és idejében egy a járművénél álló öcsödi férfit, aki szerint az autója műszaki hibás lett, azért vesztegel mellette. Csak 14 évvel később gyanúsították, majd vádolták meg a rablógyilkossággal. Kiderült, hogy az idős asszony szomszédságában egy család lakik, melynek Csávóka Bece nevű fiatal tagja gyakorta és előszeretettel járt belopni az idős nőhöz. Aki féltve az életét, nem jelentette fel a fiút. Mint később kiderült, az egyébként 2009-ben elhunyt Csávóka igen közeli rokona a másodrendű vádlott feleségének. A vádirat szerint ő adhatta a tippet a két fős öcsödi bandának, hogy az idős asszonynak rengeteg dugi pénze volt. Az elsőrendű vádlott szerint a másodrendű vádlott volt az ötletgazda. Azt mondta a Csávóka, hogy sok pénze van a csípai banyának. Menjünk át, azt csináljuk meg, mondta egyik vallomásában. Arról is beszámolt, hogy a másodrendű vádlott kocsijával mentek át Öcsödről Csípára a gyilkosság éjszakáján. A járőrök a másodrendű vádlottat igazoltatták a kocsija mellett, illetve a vád szerint ő folytotta meg párnával az idős áldozatot.